Karácsonyi díszek készülnek Újfehértún, a Gyógypedagógiai és Szociális Szolgáltató Központban. Az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége is készül az évvégi ünnepekre. Gipszeket festenek és ajándékkártyákat díszítenek. Reggel megérkezünk, elkeltünk a munkához, készülünk az ünnepekre, ilyen verstanulás, meg ilyen betlehemes játékok szoktak előfordul, előadjuk, meg dolgozunk is mellette, festünk gipszeket, koszorúkat csinálunk. Jelenleg 30 értelmi fogyatékos gyermeknek és fiatalnak biztosítanak nappali ellátást. Emellett körülbelül 20 gyermeknek egyéni fejlesztés keretében korai fejlesztést, valamint fejlesztő nevelési oktatást biztosítanak gyógypedagógusok segítségével. A hétköznapi feladatok mellett nagy hangsúlyt kapnak az ünnepi készülődések is, így jelenleg az adventi ünnepkör. A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő fiatalok a munka során különböző asztal- és karácsonyfadíszeket készítenek, különböző technikákkal, de egy ünnepi produkcióval is fellépnek majd az évvégi rendezvényeken, ahol verseket szavalnak és dalokat énekelnek a fiatalok. Az intézmény saját karácsonyi ünnepségére is betlehemes játékkal készülnek. Nagyon jól, jó hangulatban telik, és ugye nekik is amellett, hogy ugye otthon készülnek a karácsonyra, így az ünnepi hangulatot ide az intézménybe is behozzuk ezáltal. És hát a változatosság is nagyon fontos, hogy a napi munka mellett azért más dolgokkal is foglalkoznak, fejlesztésképpen is jó, hogy verseket, szövegeket tanulnak, énekelnek. A fiatalok december végéig minden nap foglalkoznak a karácsonyi versek tanulásával és az ünnepi díszek készítésével.